A jelentős, mintegy 2 milliárd forintos beruházás egy működő kórházban valósul meg, az itt dolgozók és az ideérkezők azonban várják a fejlesztéseket, hiszen év végére már egy modern egészségügyi intézményben dolgozhatnak és gyógyulhatnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Máté Szalkai telephelyén az egyik legfontosabb infrastruktúrális fejlesztés az lesz, hogy a hoteldiagnosztikai és a belgyógyászati tömböt egy új szakrendelői épületrésszel kötik majd össze. Az új épület alapkövét ma tették le. Maga a teljes projektméret az 2 milliárd forint. Ebből igazából erre a telephelyre 1,8 milliárd jutott. Hogyha ezt meg kell bontani, egy 1 milliárdos összegről beszélünk úgy, hogy építési beruházás. És az építési beruházásnak, hát most igazából összegszerűen, hogyha nézem, akkor a mi épületnek most letettük az alapkövét, az a legjelentősebb, de azért is, mert ugye ez egy teljesen új épület, ami egy 1200 négyzetméter alapszintű épület lesz. A struktúraváltás a Szatmár-Beregi Kórházak telephelyein című projekt első üteme, azaz a Fehérgyarmati Kórház fejlesztése már befejeződött, hangzott el a projekt tájékoztatóján. A Máté Szalkai rendezvényen kiemelték, a következő hónapokban átépítések, felújítások is zajlanak majd a Máté Szalkai Kórházban, és több mint 600 millió forintot fordítanak eszközbeszerzésre. Három nagy csoportot tudok említeni. Az egyik nagy terület az a radiológiai fejlesztés, ami a röntgennek a digitalizálását jelenti. Ez egy korszerű, ma már elvárt, és azt gondolom alapkövetelmény, hogy digitálisan elérhető radiológiai ellátásunk legyen. A másik nagy csomag az a sterilizáló, a központi sterilizálónak, ami a műtétes szakmáknak a kiszolgálását jelenti, napi fontosságú és létfontosságú a működés szempontjából szintén megújul, és teljes eszközcserén megy keresztül. És a harmadik nagyon fontos eszközterület, az pedig a központi műtőnek, a műtétes szakmáknak az eszköztálcája és az eszközfelszerelése. A projekt Máté Szalkai sajtótájékoztatóján a település polgármestere arról szólt, a kórház fejlesztést a tervek szerint tovább folytatják. Azt gondolná az ember, hogyha egy 2 milliárdos projekt megvalósul, akkor ott egy picit leállás történik, felépül egy gyönyörű új kórházi tömb, és akkor ezzel elégedettek vagyunk legalább egy időre. Nem így van. Erőteljes lobby tevékenység folyik annak érdekében, hogy a uniós pénzmaradványokból, abból a meglévő uniós centekből, amit esetleg még az egészségügyre fordítana a kormányzat, minél több még ide kerüljön Máté Szalkára. A Máté Szalkai Kórházban csak tavaly több mint 17 ezer fekvőbeteget és közel 431 ezer járóbeteget láttak el, ezért is szükséges a kórház fejlesztése.